6 éves kutyámat már kétszer műtötték gerinccel, gerincbetegséggel nyilván, most is nehezen mozog, ezért súlyfeleslege van. Mit is mennyire adhatok enni neki, hogy lefogyjon, de ne kelljen éheznie? Köszönettel, Böbi. Kedves Böbi, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azoknak a kutyáknak, akiknek fájdalmas a mozgás, és ennek következtében nagyon keveset mozognak, ez egy circulus viciosus, egy önmaga farkába harapó kígyó effektus, keveset mozog, ezért hízik, egyre nagyobb a súlya, emiatt az izületekre, gerincre való megterhelés fokozatosan nő, emiatt kevesebbet mozog, emiatt hízik, és ez így pörög tovább. Ezt valahol el kell vágni, ebben önnek teljes mértékben igaza van. Valahol el kell kapni ezt a láncot, el kell nyesni, és meg kell próbálni megfordítani. Na most hogyan lehetséges ez? Ha keveset mozog az állat, akkor nyilván az energia szükséglete lényegesen kevesebb annál ahhoz képest, amikor naponta sokat mozgott. Tehát a tápnak az energiatartalma az már eleve jelentősen kevesebb kell legyen, mint annak a kutyának, aki mozog. Viszont az energiatartalom van egy olyan érték, hogy létfenntartó szükséglet. Ez egy olyan érték, amely ahhoz kell, hogy alapvető szükségleteit az állat ki tudja elégíteni. Ez elégséges egy olyan kutyának, aki alig mozog. Ennek az értéknek a meghatározása számolást igényel, és vannak olyan kutyatápok, amelyek erre segítségül szolgálnak. Vannak olyan kutyatápok, amelyek kifejezetten fogyasztásra valók, és vannak olyan kutyatápok, amelyek a már lefogyasztott értéket segítenek megőrizni. Tehát a súlyt segítenek megőrizni. Itt most arról van szó, hogy le kell fogyasztani a kutyát. Olyan kutyatápokat érdemes adni, amelyek direkt arra szolgálnak, hogy fogyasszuk a tápot. Mi ennek a lényege? A lényeg ennek az, hogy ezek a tápok úgy vannak összeállítva, hogy nagy mennyiségű ballaszt anyag van benne, rostanyag és egyebek, amelyek kifejezett jól lakottságot okoznak. A gyomrot eltelítik, a kutya jól lakott, mosolygós lesz, de a beltartalma úgy van összeállítva, hogy abban az energiatartalom még a létfenntartás alatt is van egy picikével, és minden egyéb viszont teljes értékű benne, tehát a vitamin, az ásványanyagok és minden egyéb teljes értékű körítést kap, tehát hiánybetegsége nem lesz az állatnak, csak az energia tartalma van visszafogva ebben a kozban, és bizonyos anyagok, itt főleg a rostanyagok, a hosszú színláncú rostok, azok vannak túladagolva, túlzott mennyiségben, mondjuk megemelt mennyiségben a tápban, amitől a kutyus jól lakottnak érzi magát, és nem éheztetjük. Az éheztetés valóban nem kívánatos. Nem csak azért nem kívánatos, mert egy olyan kutyussal együtt élni, aki állandóan kérincsél és állandóan a nyomunkban van, mert állandóan éhes, és tőlünk várja a megoldást, nem hagy minket békén, ez az egyik dolog. A másik viszont az emberiességi és az állatvédelmi okok, ne éheztessük a kutyát, mert a kutya ettől ugyanúgy szenved, mint ahogy az éhező ember is szenved. Tehát valóban olyan anyagokhoz nyúljunk, amelyek jó lakottságot adnak, de az összenergia tartalma, és legfőképpen a szénhidrátok és a zsíroknak a százaléka az kevesebb benne.